Ön döntött, mi közvetítjük. Internacionale Bayern München. Ön így döntött, ezt nézzük. Internacionale Bayern München mérkőzés az M1 műsorán. Nyilvánosságra került önkritika, másfél évig hazudtunk, négy évig nem csináltunk semmit, mondta a miniszterelnök májusban. Merényletre szólít a pápa ellen az Al-Qaida, a katolikus egyházfő ma nyilvánosan kért bocsánatot. Pokolgépet hatástalanítottak a magyar katonák Afganisztánban, senkinek nem esett baja az akcióban. Két ember megsérült egy borulásban a Mecsek Rallin, ez már a harmadik baleset a versenyen. Jó estét kívánok! Egy májusban készült és most előkerült titkos hangfelvételen a miniszterelnök azt mondta, hogy idézem, nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet, és nem csináltunk semmit négy évig. A beszéd Balatonöszödön hangzott el egy szocialista frakciúlésen és a Magyar Rádió honlapján jelent meg. Gyurcsány Ferenc a híradónak elismerte, hogy ő beszél a felvételen. Mint mondta, a hazugság csapdájába az egész politikai elit beleesett. A Fidesz csak holnap reagál, az MDF szerint a miniszterelnöknek le kellene mondania. A szabad demokraták nem tartanak attól, hogy veszélybe kerül a koalíció. Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elkúrtuk. Nem kicsit, nagyon. Európában ilyen böszmeséget még ország nem csinált, mint mit csináltunk. Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. Annyival vagyunk túl az ország lehetőségein, hogy azt nem tudtuk korábban elképzelni, hogy ezt a Magyar Szocialista Párt és a liberálisok közös kormányzása valaha is megteszi. És közben egyébként nem csináltunk semmit négy évig. Semmit. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk azon túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére. Semmit. Ha el kell számolni az országnak, hogy mit csináltunk négy év alatt, akkor mit mondunk? Ezeket a mondatokat májusban a Balatonöszödi kormányüdülőben tartott MSZP-SZDSZ frakcióülésen mondta Gyurcsány Ferenc. A miniszterelnököt Győrben az Őszi Rózsa Fesztiválon értük utol. Elismerte, hogy nem válogatott a kifejezésekben, amikor meg akarta győzni a koalíciós képviselőket arról, hogy nem lehet tovább folytatni, amit eddig csináltak. És elismerte azt is, hogy nem mondtak igazat az elmúlt években. Azt mondta, nem csak ő, hanem az egész politikai elit. Nem nyilvános beszélgetésen egészen biztosan az ember, mikor tele van erőteljes vágyjal, hogy világosan, egyértelműen és keményen, ha úgy tetszik, az érzelmeket mozgósítóan fogalmazzon, akkor nem kizárt, hogy az ember száját elhagyják ilyen szavak, mint böszmeség. Nagyjából azt a beismerést teszem meg, amit az elmúlt 3-4 hónapban folyamatosan, és nagyon sokszor mondjuk Kunce Gábor szinte minden héten a parlamentben elmond. A hazugság csapdájába az egész magyar politikai elit esett. Ebből a csapdából a baloldal kellő bátorsággal és kellő eréllyel kétségtelen részben az én személyes inspirálásomra is kitört, és kitörni készül. A Fidesz egyelőre nem kívánt reagálni Gyurcsány Ferenc szavaira, csak a holnapi elnökségi ülés után mondják el véleményüket. Az MDF szerint drámaiak a hangfelvételen elhangzottak. Azt gondoljuk erről, hogyha a miniszterelnök egy ilyen bejelentést tesz, akár egy zárt kormányülésen, akár máshol, az két esetben teszi meg, vagy akkor, ha már benyújtotta a lemondását, vagy akkor, hogyha be fogja nyújtani a lemondását. Az SZDSZ elnöke Kunce Gábor azt mondta, az elhangzottaknak sem a stílusával, sem a tartalmával nem ért egyet. A politikus szerint szónoki fogásról van szó. Gyurcsány Ferenc így akarta rádöbbenteni a képviselőket arra, hogy stabilizációs intézkedésekre van szükség. A magam nevében tudok beszélni, én nem hazudtam végig az elmúlt másfél évet sem.
valaki megnézi a nyilatkozataimat, azok végig arról szólnak, hogy 2006-7-8 a költségvetés rendbetételének, az egyensúly helyreállításának, a stabilizációjának az időszaka. Kuncze Gábor azt mondta, nem tart attól, hogy veszélybe kerül a koalíció és így a további kormányzás, de a következő egyeztetésen biztosan tárgyalnak majd az elhangzottakról is. A balatonöszödi beszéd a Híradó internetes honlapjáról is letölthető, a miniszterelnök pedig ma este 10:50 néhány percen a szólás szabadságának vendége lesz. Élőben mondja el, miért fogalmazott így májusban.